Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió híradója, Mess Attila vagyok. Érkezzenek a nap kiemelt hírei egy-egy mondatban. Európa szerte üléseznek a válságstábok a koronavírus miatt. Egy Indiában tartózkodó szerb házaspárt is karanténba helyeztek. Feszült a helyzet a szerb-magyar határon a tegnapi incidens követően. Tudományos technológiai parkot adtak át ma Újvidéken. Folytatódik az évszakhoz képest enyhe időjárás. Karanténba helyezték az első szerb állampolgárt és feleségét koronavírus fertőzés gyanúja miatt. A házaspár Indiában tartózkodik, a múlt héten érkeztek oda, előtte Kínában jártak Wuhan városától 750 kilométerre. A szerb állampolgárok önként jelentkeztek az indiai orvosoknál, vérmintát vettek tőlük, eredményeket holnapra ígértek. 132 főnél tart a halottak száma Kínában, csaknem 6000-nél a koronavírussal fertőzötteké, adta hírül a kínai egészségügyi hatóság. A járvány gúcspontjában a 11 millió lakosú Wuhanban naponta már több mint 15000-en kerülnek kórházba magas lázzal. Kína mellett Európa több országában is megjelentek már gyanús esetek. 4 főre emelkedett a koronavírussal fertőzöttek száma Franciaországban, közölték kedden este a francia egészségügyi hatóságok. A negyedik beteg egy 80 éves kínai turista, akit válságos állapotban kezelnek. Az idős férfi a járvány epicentrumának számító Hupei tartományból érkezett Franciaországba. Jelenleg egy párizsi kórház intenzív osztályán fekszik. A másik 3 elkülönítve kezelt beteg jól van, az ő esetükben nincs ok nagyobb aggodalomra, jelezték az illetékesek. Szerbiában jelenleg 4 állampolgár tartanak megfigyelés alatt, közülük mindannyian Kínából érkeztek Szerbiába, nyilatkozta Raša Milanov. A határon szolgálatot teljesítő egészségügyi ellenőr a szerbiai RTV-nek nyilatkozva elmondta, a szerb állampolgárokat a koronavírusos megbetegedés potenciális kockázata miatt figyelik meg. Ezek a személyek olyan kínai városból érkeztek Szerbiába, ahol már felütötte a fejét a vírus. A reptérre való érkezésükkor egészségügyi vizsgálaton estek át, amely eredményeként egészségesnek nyilvánították őket. Egyébként több ország válságstábja ülésezik szerte a világon. Az országok célja, hogy mielőbb hazaszállítsák állampolgáraikat Kínából. Egyebek mellett Franciaország, Németország és Olaszország próbálja megoldani a Kínában rekedt állampolgárainak hazaszállítását. A horgosi lakosok elmondása szerint számítani lehetett a kedd hajnalban bekövetkezett incidensre, amikor migránsok egy nagyobb csoportja a még zárva tartó Horgos Röszke közúti határátkelő kerítését megbontva jutott át Magyarország területére. A helyiek szerint 2015 óta nem voltak ennyien a településen. Ma egyébként kinyitott és zavartalanul üzemelt a Horgos Röszke közúti átkelő, és a faluban is nyugalom volt. Információink szerint a hatóság emberei kedd este több migráns csoportot elszállítottak Szabadka irányába, de még mindig becslések szerint több mint 300-an vannak Horgoson és Horgos külterületén, elsősorban a határhoz közeli elhagyott épületekben. Mint mögöttem látható, egyes csoportok Szabadka felé várakoznak a buszállomáson, ugyanis miután az éjszaka folyamán nem sikerült átjutniuk a magyar oldalra, most visszamennek a városba. Az illegális bevándorlók a határ közvetlen közelében található, évek óta használaton kívül álló épületekben bújnak meg. Délelőttönként jönnek elő, és általában a sínek mentén mennek be Horgosra bevásárolni. A helyi lakosok továbbra is féltik testi épségüket és vagyonukat. A betörésektől leginkább, hogy ugye hallani egyik-másik helyről, hogy be is jutnak olyan helyre, ahol egyedül élő emberek laknak. A migránsok különböző etnikai háttere miatt nem ritkák az egymás közötti összetűzések sem. Yesterday, 20, és nem vagyok különösebb? 13 people. 20 person. Here. Yesterday, your friend go to? Two go.
Horgos helyi közösségének elnöke megerősítette, hogy a kett hajnali incidenst követően a migránsok egy részét elszállította a rendőrség a településről. Ennek ellenére továbbra is sokan vannak. 95%-uk férfi, fiatal és tetrekész. Miután kedden egész napra lezárták, szerda reggel 7 órakor rendesen megnyílt a Horgos-Röszke közúti határátlépő. A kerítés megrongált részeit kijavították és megerősítették. 5 illegális bevándorló ellen indult büntetőjogi eljárás a szegedi rendőrkapitányságon a határzár tiltott átlépése miatt, közölte a magyar rendőrség szerd reggel. A hatóságok egy 29 éves szír, két 26 éves palesztin, valamint egy 25 éves algériai férfit fogtak el kedden a Röszke 2 átkelő térségében. A gyanúsítottak a kihallgatáson beismerték az ellenük felhozott vádakat. Rajtuk kívül mintegy 65-70 migráns próbált meg átjutni Magyarországra tegnap hajnalban. Ők visszafutottak Szerbiába. Hivatalosan is influenza járványt hirdettek Magyarországon. A Nemzeti Népegészségügyi Központ közlése szerint az influenza-szerű tünetekkel orvoshoz forduló betegek száma áttépte a járvány küszöböt. Egy hét alatt, vagyis január 20-a és 26-a között az influenza miatt orvoshoz fordulók száma Veszprém megyében csaknem háromszorosára, Csongrád és Tolna megyében több mint kétszeresére nőtt. Az illetékesek felhívják a figyelmet a megelőzésre, mindenek előtt az alapos kézmosás fontosságára. Szerbiában is több kórházban látogatási tilalmat vagy szigorítást vezettek be. A Szabadkai Közkórházban például egyszerre csak egy látogatója lehet egy-egy betegnek. Több hétnyi szennyezettség után ma újra tiszta a levegő Szabadkán és Szerbia több más városában. Hivatalos adatok szerint a minőségi index újra a zöld tartományba került, és a káros részecskék aránya is a megengedett szint alá csökkent. A levegő minőségének javulása elsősorban az éjszakai kiadós esőnek köszönhető, maga a szennyezés forrása azonban nem szűnt meg. Az autók és a háztartások károsanyag kibocsátása továbbra is jelentős, így a szélcsendes és csapadékmentes időjárás újra előhozhatja a problémát. Megnyitották ma Újvidéken a Tudományos Technológiai Parkot. Az épületet az Újvidéki Egyetem Műszaki Tudományok Kara veheti birtokába először, majd vállalatok és IT cégek is beköltöznek. A befektetés összértéke 26 millió euró, és az első fázis befejeztével 10 000 négyzetméternyi terület vált használhatóvá. Az Újvidéki Tudományos Technológiai Park alapkövét 2016. októberében helyezték el. Az építkezés elhúzódása miatt megnyitását többször is elhalasztották. Mostanra azonban az épület egy része használhatóvá vált. Ovim jedinstvenim objektom će se sinergija između obrazovanja, nauke i privrede, koja je ključ razvoja fakulteta tehničkih nauka, podići na još veći nivo. A létesítményt mostantól mintegy 3000 egyetemista és több száz egyetemi dolgozó használhatja. A kiépítést a köztársaság és a tartomány közösen pénzelte, a városi önkormányzat pedig az épület felszerelését támogatja. Mislim da možemo reći da smo bili uspešni. Ovo je jedan od tih primjera i ja se zaista radujem što ćemo, verujemo, ovde imati mnogo, mnogo vrednije proizvode u budućnosti koji su plod našeg znanja i našeg obrazovanja. A beruházás összértéke mintegy 26 millió eurót tesz ki. A régióban Szerbián kívül csak Szlovénia rendelkezik tudományos technológiai parkkal, hangsúlyozta a megnyitón Ana Brnabic, Szerbia miniszterelnöke. Hozzátette, Szerbiának hamarosan 4 ilyen létesítménye lesz. Ova mreža naučno-tehnoloških parkova, koji smo mi izgradili u Srbiji, koji ćemo završiti u narednih 2 meseca. Zahvaljujući zaista ogromnoj podršci Evropske investicione banke i hvala vam beskrajno na tome. E to će biti novi kičmeni stub razvoja jedne drugačije Srbije. I to smo uradili svi zajedno. A munkálatok első fázisának befejeztével a 30 000 négyzetméter alapterületű újvidéki objektumban mintegy 10 000 négyzetméternyi rész vált használhatóvá.
iskolát, egészségügyi intézményt, múzeumot és gyárakat látogatott meg Alekszandar Vučić, szerb államfő Bosznia-Hercegovinában. A Mrkonyić Grádi és Drvári látogatás alkalmával a köztársaság elnök kiemelte, a két főként szerbek lakta várost Belgrád eddig is támogatta, és ez jövőben is így lesz. Mrkonyić Grádban a szerb elnök két iskolát látogatott meg, Milorad Dodik, Bosznia-Hercegovina háromtagú államelnökségének szerb tagja, valamint Zseljka Cvijanović, a boszniai szerb köztársaság elnökének társaságában. Kiemelte, nem kell mindenkinek egyetemre mennie, egy szakma elsajátítását követően már munkába lehet állni. Vučić arról beszélt, hogy egyesek meg akarják osztani a szerb nemzetet, és az egyházat is szét akarják szakítani, ezért össze kell fogni. I kada god kažemo da samo želimo da imamo pravo da pripadamo istom narodu, uvek nam kažu da nekome zbog nečega smetamo, da nešto tražimo što nije naše. Mi možemo da živimo u različitim državama, ali mi smo jedan isti narod. Mi nismo bratski narodi, mi smo isti srpski narod gde god da živimo. Az iskoláknak az elnök 100-100 könyvet ajándékozott a magánkönyvtárából, hogy ezzel is segítse a fiatalok oktatását. A boszniai szerb köztársaságban élők megsegítésére a szerb kormány az elmúlt két évben 32 millió eurót különített el. Ebből az összegből egyebek mellett iskolákat és egészségügyi intézményeket újítottak fel. Vučić a többségében szerbek lakta Drvárt is meglátogatta. Felhívta a figyelmet arra, hogy körülbelül 5 hónappal ezelőtt őt jelentette be, hogy új gyárat nyitnak. A kapitál nem a granic, novac nem a granic. I to je dobro za sve. Jer kada dođete ovde, onda ovde imate stotinu porodica koje su dobile hleb. Stotinu porodica, stotinu žena koje su manje nezaposlene nego što su bile ranije. Ja mislim da je to nešto što odgovara svakome u Bosni i Hercegovini. A szerb elnök boszniai hivatalos programja végén meglátogatta a Drvári május 25-e múzeumot, amely Josip Broz Titónak, az egykori Jugoszlávia örökös elnökének, a partizán mozgalomnak és a Nagy Jugoszláviában zajló életnek állít emléket. Rábólintott a Brexitre. Az Európai Parlament, a képviselők ma este megszavazták a brit EU-tagság megszűnését megerősítő okmányt. 621-en voksoltak igennel, 49-en nemmel, 13-an tartózkodtak. A most elfogadott dokumentum értelmében az Egyesült Királyság január 31-én, vagyis pénteken elhagyja az Európai Uniót. A britek EU-tagságáról 2016. júniusában tartottak népszavazást. Ennek eredménye szoros lett. A résztvevők szűk 51,89%-os többsége szavazott a kilépésre. Most nézzük, mivel foglalkozunk még a híradóban. Hivatalosan is átadták rendeltetésének a Zentai Vöröskereszt új helyiségét. Zomborban is megszervezték az intenzív pető kurzust. Hivatalosan is átadták rendeltetésének a Zentai Vöröskereszt új helyiségét. A szervezet az önkormányzat által kiírt pályázaton nyerte el a terem használatának jogát. Az új tér számos új lehetőséget nyit meg a szervezet számára. A Zentai Vöröskereszt 3 nagy oktatási programmal rendelkezik, és ezek lebonyolítására már szűkösnek bizonyult az eddig használatban levő épület. A most átadott új teremben szervezik meg ezentúl a véradási akciókat is. Már volt egy véradás most januárban, és ebbe a helyiségbe történt, úgyhogy nagyon szépen elférnek az a 4 szék, amelyben a véradók ülnek, az asztal, ahol töltik ki a zibeket, a kérdéseket, utána az a pár falatot, amit kapnak, meg italt, vagy bármit, azt is itt köztünk megehetik, vagy megihassák. A Zentai önkormányzat már régóta együttműködik a Vöröskereszttel. Az új helységet is a város vezetősége biztosította a számukra. Bebizonyított, hogy ez a helység megfelel nekünk, és a feladatoknak maradéktól eleget tudnak tenni azzal, hogy gondolkozunk, hogyha nagyobb akcióink lesz, például árvíz esetén, ami volt, akkor milyen raktárhelyiséget tudunk még számukra biztosítani alkalmattán.
Az eseményen jelen volt a Vajdasági Vöröskereszt titkára is, aki kiemelte, hogy az új helység hatalmas fejlődési lehetőséget jelent a zentai szervezetnek. U svih 45 organizacija u gradovima opštinama različiti su uslovi. Normalno postoje i bolji uslovi, gde je veći prostor, ali i veće organizacije. Sam broj korisnika, odnosno veliki broj stanovništva je u određenim gradovima, dok je u manjim sredinama taj broj nešto manji. I samim tim i potrebe Crvenog krsta su ili veće ili manje. Az új helységet a polgárok a Posta utca 1-es cím alatt találják meg Zentán. Zenta mellett Zomborban is megszervezték az intenzív pető kurzust. A gyakorlatok nem csak a mozgás koordináció javításában segítenek a pácienseknek, hanem mentális képességeikre is pozitív hatással lehetnek. A részvétel ingyenes, így egyre többen vesznek részt a programban Vajdaság több területéről is. És nyitom! Ilyen és ehhez hasonló gyakorlatokat végeztek azok a személyek, akik valamilyen központi idegrendszeri károsodást szenvedtek. A petőkurzus keretében konduktorok segítik a betegeket motoros képességeik fejlesztése érdekében. A képzés két hetében a felnőttek mellett gyermekek is részt vesznek a kurzuson. Kubik Anna lányával érkezett. Elmondása szerint nagyban hozzájárulnak ezek a foglalkozások gyermeke fejlődéséhez. Fontos a lányomnak, hogy fejlődjön, mert mink már 2016-tól az első petőintézet foglalkozást Zentára járunk, és sok-sok fejlődést láttam a lányomnak, hogy a járás, az egyensúlya, és nagyon szeret járni. Jó érzi magát. A kurzus a személyiség rehabilitációjáról szól. A módszer nem csak gyakorlatok végzéséből áll, hanem elméleti része is van, amely során az agy működésének gyorsaságát ellenőrzik. Nagyon fontos, hogy a petőmódszer eljutott ide Zomborba, pontosabban egész Nyugat-Bácska területéről tudnak érkezni olyan betegek, akiknek szüksége van erre a kezelésre, és mindenek előtt szeretném megköszönni azoknak, akik ezt lehetővé tették. Elsősorban a Magyar Nemzeti Tanácsnak, aki mint kiemelt programként hozta el ezt a térségünkbe, és természetesen mindazoknak, akik emberként részt vettek ennek a szervezésében. A budapesti Semmelweis Egyetem Pető András kara 2014 óta végez szűréseket a vajdasági szórványban, így Zomborban is. Eddig a szűréseket követő foglalkozásokat csak Zentán tartották meg. A nagy érdeklődésre való tekintettel első alkalommal hozták el Zomborba. Jelenleg 12 személlyel foglalkoznak a konduktorok, 4 csoportban, tehát 2 gyermekcsoportunk van, és van 2 felnőtt csoport. A 2 felnőtt csoportban az egyik csoport, azok jól mozgó multiplex szklerózisok, sztrók utáni állapot, a másik csoport pedig gyengében mozgók, tehát ők súlyosabban sérültek, és őket próbáljuk olyan gyakorlatokkal, olyan konduktív módszerekkel kezelni, amelyeket később ők otthon is tudnak használni. A képzés alatt további szűréseket végeznek majd Zomborban, így még több személy tud majd bekapcsolódni a programba. Uráli baglyot engedtek szabadon a szabadkai homokpusztán. A madarat tavaly decemberben találták sérülten a Bánáti István földjén. Felépüléséig a Palicsi Állatkert állatmentő részlegén gondozták a nagy testű ragadozó madarat. Az uráli bagoly egy udvarban repült neki a kapunak. A házlakói jelentették az esetet a Tartományi Természetvédelmi Intézet munkásainak, akik elszállították a madarat a Palicsi Állatkertbe. Kada je došlo u prihvatilište, da kažem, jedno, dva dana je bilo da neće da jede, davali smo je različitu vrstu mesa. Kasnije je polako počelo da jede, uglavnom dajemo jednodnevno piliće. Szerencsére csak kisebb sérülések érték, így a gondozásnak köszönhetően gyorsan felépült. Ehhez nagyban hozzájárult a szakemberek gyors beavatkozása és gondoskodása. Dok je bilo u prihvatilištu, sova je pokazala znake da može da se vrati u prirodu. Posmatrali smo znači njeno ponašanje. Veterinar za divlje životinje također prati neko njeno stanje zdravstveno. I evo danas je taj dan kada smo uspeli, kao što ste videli, da je vratimo na neko prirodno stanište gde ona može dalje da egzistira.
Az uráli bagoly az egyik legnagyobb éjjeli szárnyas ragadozó Szerbiában. Elsősorban erdős és hegyes területeken él. Vajdaságban kis számban a Verseci hegységben él. Zbrinjavanje ovakve jedne vrste lečenja i kasnije puštanje u prirodu je jako važno. Važno je za svaku vrstu i važno je za svaku jedinku, ali za ovakvu neku vrstu je pogotovo bitno kad znamo da ima desetak gnezdećih parova u Vojvodini i kad znamo da cela Srbija nema više od 100 gnezdećih parova, spasti svaku jedinku je jako bitno. Na taj način pomažemo i zaštićena područja i zaštićene vrste. Az uráli bagoly nagy távolságokat tesz meg eleddel után kutatva, ezért nehezen állapítható meg, hogy honnan származhat. A madarat szabadon engedése előtt meggyűrűzték, ennek köszönhetően a jövőben könnyebben nyomon követhetik. Zentán is láthatók lesznek a Pannon RTV karácsonyi kreatív pályázatának legszebb alkotásai. Az Adni Öröm címet viselő felhívásra mintegy 1400 rajz érkezett be médiaházunkba tavaly év végén. A Szabadkai díjátadót és kiállítást követően a jövő héten Zentán is láthatók lesznek a győztes alkotások, és több tucat helyi gyerek rajza is. A megnyitó február 5-én, vagyis jövő szerdán lesz 16 órától a Zentai Alkotóházban. A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várunk. Erőteljes felmelegedést ígér térségünknek a hétvége. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet adatai szerint szombaton akár 19 fokot is mérhetünk. A felmelegedés fokozatos lesz, holnap 8, pénteken 15 fok körül alakul a csúcs. Csapadék a következő napokban nem várható, a nap azonban többször is kisüt majd, főleg a hétvégén. Kiesett az ausztrál nyílt teniszbajnokságról Rafael Nadal. A spanyol sportolót 3-1-es szettarányjal egy kemény, több mint 4 órás mérkőzés követően Dominic Thiem búcsúztatta. Az osztráknak a német Alexander Zverev lesz az ellenfele az elődöntőben. A másik ágon a szerb Novák Djokovic és a svájci Roger Federer játszik majd a döntőbe jutásért. Djokovic meccse itteni idő szerint csütörtökön 8:30-kor kezdődik. Eddig tartott a híradó, műsorunk végén érkezzenek még egyszer a nap legfontosabb hírei, röviden. Európa szerte üléseznek a válságstábok a koronavírus miatt. Egy Indiában tartózkodó szerb házaspárt is karanténba helyeztek. Feszült a helyzet a szerb-magyar határon a tegnapi incidens követően. Tudományos technológiai parkot adtak át ma Újvidéken. Folytatódik az évszakhoz képest enyhe időjárás. Megköszönöm figyelmüket, böngészszék honlapunkat a pannonrtv.com-ot, ugyanis ott még több hír és információ várja önöket, és bejátszásainkat is visszanézhetik. Holnap a 91,5-ön érkeznek a reggelis fiúk, míg a Szabadkai Magyar Rádióban a napindító. Itt a televízióban most a malajziai Orang Orang Dobos színházát láthatják. Szép estét kívánok, viszontlátásra!